Június 21-én egy nagyon vidám társasággal találkoztunk a Horgász és Családi Kempingben, ahol a 90. születésnapját ünneplő Kelet-Magyarországi Postás Sportegyesület szervezett egy ünnepi családi sportrendezvényt. Az esemény megszervezéséről és lebonyolításáról az egyesület elnökét, Kapaló Andrást kérdeztük, majd köszöntöttük a háromszoros Guinness rekorddel világjáró kerékpárost, a 83 éves Novák Ferencet is. Egy nagyon szép jubileumot ünnepel maga a sportegyesület. Mi ez, elnök úr? A Kelet-Magyarországi Postás Sportegyesület ezében ünnepli fennállásának 90. évfordulóját. Ennek az apropóján rendeztünk ezt egy háromnapos ünnepségsorozatot, aminek a lényege a sport, a szórakozás, a kulturált idő együtt töltés a postások részére. Milyen gyakran szoktak találkozni, ilyen vagy kisebb vagy nagyobb körben? A sportegyesület a Kelet-Magyarország 8 megyéjére terjed ki. Ez körülbelül 8000 postást jelent. A munkáltató támogatásával együtt és a tagdíjainkkal, illetve különböző pályázatokkal együtt 25 millió forintból gazdálkodunk. Ez azt jelenti, hogy minden hétvégére jut legalább egy megyés rendezvény, vagy több megyés rendezvények, és 4-5 olyat rendezvényt szoktunk szervezni, ahol a teljes kelet-magyarországi kollektíva meghívást kap és lehetőséget kap a összegyűlökezésre, találkozásra. Nagy gond az úti költség, az jelenti a nagyon nagy terhet. Hát a legegyszerűbb szerintem személyautóba beleülni és eljönni. Hát igen, igen, de hát annak is van azért költsége jócskán, de nagyon szeretik ezt a postások, és nagyon szívesen találkoznak most is, jelenleg is itt vannak Balassagyarmatról is, itt vannak Bajáról is, vannak Makóról is, Nyíregyházáról is, Ózdról is, és hát a környékről pedig természetesen, ahol nagyon sokan jöttek kerékpárral, miután az a főrendezvényünk most ebben a három napban. Olvastam, hogy ez családi rendezvény is egyúttal, tehát akkor ifjabbak és idősebbek is itt vannak. Ez így van, a sportegyesületnek a kifejezett célja a postások mellett a családtagjaiknak a bevonása is, a legkisebbtől a legidősebbekig. Most is a Tiszató kerékpározását úgy szerveztük meg, hogy rendeztünk családi versenyt is, rendeztünk úgynevezett profi versenyt is, ahol a felnőtt anya-apa versenyez, és hát olyat is, ahol még a nagymama is, nagypapa is beszállhat, és ezeket külön értékeljük. És hát volt olyan is, ahol hátul a puttonyba ült még a legkisebb, igen. Hányan érkeztek most ide a rendezvényre? Most a mai nap körülbelül 250-en, 270-en vagyunk. Általában az ilyen rendezvényünk az 250 és 400 között mozog. Egy kicsit elriasztotta a múlt éjszakai vihar, még arra számítottunk, tehát tudjuk is, hogy kik maradtak otthon, megijedve ettől a múlt éjszakai nagy esőtől. Volt, ahol komolyabb vihar is volt, és nem indultak el. Beszéljünk a három nap programjáról, illetve két és fél nap, nem is tudom, hogy számoljuk. Pénteken érkeztek ide, mit csináltak pénteken? Így van, még pénteken 5 órakor volt a találkozó, 5-től 8-ig volt a gyülekező, a szálláshelyek elfoglalása, és vacsora utára szerveztünk egy kicsit huncut programot, azzal a címmel, hogy ismerd meg Tiszafüred estéjét, éjszakáját. Előzetesen megbeszéltük szórakozó helyekkel, hogy szívesen fogadják a csapatainkat. Itt is csapatok indultak. Egy úgynevezett utilaput kapott minden csapat. Azt felkötötték az utilapot, és elindultak tulajdonképpen 5 szórakozó helyre. Nem is volt kötelező a fogyasztás sem. Kötelező volt fölismerni a szórakozó helyet, és kötelező volt vagy fényképet készíteni, vagy aláírást begyűjteni a csapostól, illetve hát a felszolgálótól. Ennek az eredményhirdetése, ennek a versenynek az eredményhirdetése ma lesz szintén, amit hát egy-egy üvegpezsgővel honorálunk. A mai napon
Ez a sportnap tulajdonképpen. Ez tulajdonképpen a sportnap. Hát azért a tegnapi napot is sportnapnak lehet nevezni, mert az 5,5 kilométer volt egy gyalogtúra tulajdonképpen. Kedves egészségére mindenkinek. A mai napon 9-kor kezdtünk, és a mai nap 5 sportágban versenyeznek tulajdonképpen a résztvevők. Ez a most nagyon népszerűvé váló petanzs, sakk, sportröplabda, kislabdás, vagy kispályás labdarúgás, ami nem maradhat ki, és ez a fő rendezvényünk az a Tiszató körül kerékpározása, ahol megfelelő akadálypontokon kérdésekre válaszolnak a versenyző csapatok, és különböző korosztályokban most várjuk már az érkezésüket a következő órában. Ez egy 5-6 órás program. Magukat a sportágakat, a sportrendezvényeket, azokat kitalálja ki, vagy van egy kínálat, és akkor hova lehet jelentkezni? A nép. Tehát mindig a résztvevők. Egyébként vannak jellemzően kedves sportágak. Azt szoktam mondani, hogy Dél-Alföldön, tehát Szeged környékén a teke az, ami tarol. Itt Debrecen környékén a túra, az, ami a túrázás. Szegeden még mondjuk a labdarúgás is, illetve hát az mindenütt, és Miskolc környékén pedig szintén a labdarúgás és a túrázás az, ami jellemző, és akkor ezekhez a sportágakhoz ragaszkodnak a résztvevők, rákérdeznek, petánzs lesz, sakk lesz, pingpong lesz, és akkor a helyi lehetőségeket megnézzük, és akkor ami kezelhető az 5-6 sportág, amit meg tudunk szervezni egy-egy ilyen alkalommal. Az étkezést azt hogy oldják meg? Mindenki rendel, vagy főz magának? Nem, ez a vegyesen, tulajdonképpen állandó kínálatunk a zsíros kenyér lilahagymával és a piros arannyal. Ezt akár most is lehet fogyasztani, és akkor egy minden nap reggelit, illetve hát pénteken vacsorát, szombaton, azaz ma reggelit, és úgynevezett estebédet biztosítunk, és holnap reggelivel zárjuk. A rendezvény költségeit általában megosztva vállaljuk. Van önrész is bizonyos, hát inkább kisebb százalékban, és a döntő többségét a költségeknek azt a sportegyesület saját forrásából, ami valahol szintén a tagoktól befolyt tagdíjakból tevődik össze. Most a mai vacsora az marhapörkölt tarhonyával, kovászos uborkával, puha kenyérrel. A vasárnap reggel vagy délelőtt az miből áll? Vasárnap, hát úgy gondoljuk, hogy ez a zenés-táncos rendezvény azért el fog nyúlni úgy jó éjszakába, hajnalig akár, a keményebb magnak, és ezért vasárnap már csak azt szoktuk mindig ajánlani, hogy ébredezés után reggeli, és megjelölünk a helyre jellemző célpontokat, és azt fakultatíve keresik meg a csapatok, az ideérkező csoportok, kollektívák. Most ajánlottuk nyilván a itteni kalandparkot, ajánlottuk a poroszlói ökoparkot, ajánlottuk a strandolás lehetőségét, tehát megjelöljük azokat a helyeket, amiket ajánlunk, a Hortobágyot, lehet, hogy Bajáról nem is fog idejönni még egyszer az életbe valaki, tehát ezeket ajánljuk, általában élnek is vele a kollégáink, és akkor este, illetve délután 2-3 órakor indulni kell haza, mert hónap, illetve hát hétfőn munka van. Szeretettel köszöntöm Novák Ferencet itt Tiszafüreden. Azt hiszem, hogy egy különleges embert tudunk bemutatni a televízió nézőinek. Kezdjük talán a postás múlttal. Hány éve postás már, Feri bácsi? Novák Ferenc vagyok, a világjáró kerékpáros postás.
65 éve vagyok a postás sportkörnek a tagja. Mint kerékpáros kézbesítő kerültem a postához 1949-ben. Azóta itt vagyok a postánál. 42 évi kerékpáros kézbesítő voltam. Elég sokszor kaptam kiváló dolgozót, stb. Miniszteri kitüntetéseket. Úgyhogy most hozzák a verseny, a biciklimet is, amikkel a világot bejártam, 50 országba jártam. A 80 éves koromra egy könyv jelent meg rólam, amelyiknek a címe azt írta, hogy a Bringa király. Úgyhogy a postánál én nagyon szeretek a postánál lenni mai napig is, mondom, mint itt maradtam az Egyesületben. Hát rengeteg embert megismertem, mint kézbesítő, 42 éven keresztül. Szerettek is, mert nálam hamar házhoz került a levél. Beszéljünk a kerékpáros múltjáról. Ez mikor kezdődött? Gondolom a munkával együtt jött a kerékpározás és a kerékpártudás. Mikor lett igen. ebből sport és igen. az életének igen, része? Igen, úgy kaptam az állásomat a postánál, hogy a DVC-be, Debrecenbe versenyeztem, és mint a megye legjobb versenyzője, 1949-ben megalakult a kerékpáros szakosztály a postánál, állást ígértek, áthittak, és kaptam is állást a postánál. Ezek szerint Feri bácsi a kerékpár hozta a postás munkát, nem pedig fordítva. Igen, hát például a kerékpár volt az első szerelmem. Azt mondják, hogy az első az igazi, úgyhogy azóta meg is maradtam a kerékpársportnál, 50 országba jártam, megismertem Amerikát, Ázsiát, Afrikát, úgyhogy Isztambultól kezdve, hát mint ahogy mondtam is, a könyvem is írja, hogy 50 országba jártam. Én a kerékpársportnak köszönhetem azt, hogy világot láttam, és sőt, tovább menve az egészségemet is a kerékpársportnak köszönhetem, talán azért, hogy kint van az ember állandóan. Feri bácsi, egy ilyen hosszabb útra Isztambulba vagy Amerikába hogyan indul el? Mekkora batyú kell hozzá? Mekkora ismeret kell hozzá? Mennyi pénzt kell hozzá? Hát először is leleveleztük például Amerikába, 10 helyre a Magyar Kerékpáros Szövetség 5 helyre adott nekem. 5-öt meg én kerítettem ismerősöket, magyarokat, akik kint voltak, és azokat ott kint fölkerestem, tartottam neki. A szállás, meg étkezés az már megvolt? Megvolt, de mondjuk egy olyan tized része volt a szállásnak, 125 napig voltam kint, de én vittem a hátamon a sátramat, mert rajta volt a biciklin. Úgyhogy kempingeztem, óceánparton aludtam 70 napig, úgyhogy, de nagyon szép volt, mai napig nem bánom meg, mert rengeteg embert is megismerhettem, és ajánlom a sportot mindenkinek, pláne a kerékpársportot, mert itt űr az ember, például doktor is ajánlja, akinek fáj a lába, és szeret menni túrára, hogy kerékpárra menjen, ne gyalog. Most itt állunk a csoda kerékpár mellett. Tessék mondani, miben különleges ez a kerékpár? Igen, ez a kerékpár 30 sebességes, rengeteg jelzők vannak rajta, kilométer sebesség, óra, magasságmérő, úgyhogy az mindent elmond, hogy a 30 sebesség a szegyi átételtől, hogy és 40 kiló cuccal mentem Amerikába. Elől volt egy másik sátor, nem ez a kis doboz, és abba volt benne, amit mondjuk levettem, és hotelbe, ha mentem valahoz, fölvittem, tisztálkodó szer, stb. Abba volt benne. Ez hanyadik kerékpár, amit már eltetszett nyűni? Ez körülbelül a 15. Hát elég sok kerékpárt, hát gumikat, láncokat, például a posta állandóan segít azzal, hogy országot járok, világot, meg versenyekre ide is, hogy eljöttem. Most is a 20 kilométert lementem kerékpárról, azt mondja, 45 perc alatt mentem a 20 kilométert. Úgyhogy mondjuk, ha akarták volna, ide is kerékpárral jöttem volna Debrecenből, de nem úgy volt megbeszélve. Hát Békés Csabán most nyertem a 200 kilométert a korcsoportomba. 80-90 éves korcsoportban megyek, bár már elég kevesen vagyunk.
azért kevesen állnak neki 200 vagy akár 50 kilométert is letekerni. Egészségileg hogy tetszik bírni ezt a hosszú távot? Igen, mint az előbb is említettem, biztosan van benne valami, hogy a kerékpársportnak köszönhetem. Közben sokan nem is tudják azt, hogy én veterán atléta is vagyok. 20 veterán magyar bajnokságot nyertem a 50-60 éves korcsoportban. Nagyon sokat jártunk föl Pestre, Bogdan Fucai pályára. A Ligetben nyertem 21 km félmaratont, úgyhogy nagyon sok érmem van otthon, még a futásról. Mondom, a futás is nagyon jó, csak igénybe veszi jobban, mint a kerékpárra lábot, térdet, stb. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk és hogy találkoztunk. További jó egészséget és hosszú utakat kívánok. Én köszönöm szépen.